Annyira egy házi művészeti szakgimnázium kortárs modern tánc növendékeinek műsora előzte meg a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár új innovációjának átadását. Ahogy a táncművészet, úgy a minket körülvevő kultúra és az ahhoz kapcsolódó elvárások is folyamatosan változnak. A mai világunk az már inkább virtuális világ, és a közösségi médiában, a különböző internetes felületeken, ott éljük az életeinknek a 90%-át már lassan. És az olvasás is egyre inkább kezd áttolódni ugye erre a felületre. De mégis, amit a könyv tud nyújtani élményként, és ami lényegében az életünket is meghatározza, akár mondjuk a fejlődés szempontjából gyerekként, ott a könyvnek továbbra is nagyon nagy jelentősége van, és nagyon fontos az, hogy hozzá lehessen jutni, és a könyvnek a szeretete és a könyvnek az olvasása az ott maradjon az emberekben. Ezért is fontos, hogy legyenek olyan fejlesztések, amelyek a 21. század generációját is meg tudják szólítani. A város dinamikus fejlődésének következő mérföldköve a kedden átadott könyvkölcsönző automata volt. A könyvtárnak e-mailben kell megírni, hogy az olvasó mely könyveket szeretné kikölcsönözni. Ezt a könyvtár munkatársai összekészítik és kihelyezik az automatába, amit a kapott QR kód segítségével vagy egy egyszer használható kód beírásával lehet használni. Ilyenkor kiírja, hogy nekem egy könyv van az automatába, és azt szeretném átvenni, akkor meg kell nyomnom, hogy éppen a félretett könyvet akarom átvenni. Hát hozhatnék is vissza a könyvet, de most nem azt akarom. És akkor kinyílik az automata, és benne van a könyv. A rendszer és annak kihelyezése 5 millió forintba került. Hogy ez hosszú életű és jól használható legyen, néhány szabályt be kell tartani. Annyit kérünk, hogyha vissza is szeretne adni könyvet, ne ugyanabban rekeszbe tegye, hanem indítson egy új tranzakciót, lépjen be újra, és akkor ki fog nyílni egy másik rekesz. Hát az integrált könyvtári rendszerünk így tudja ezt kezelni. Arra figyeljenek még, hogyha befejezték a műveletet, akkor lépjenek ki a kezelőfelületből. A nyíregyházi 24 órában használható könyvkölcsönző automata nem az első az országban. Országos szinten már számos automatával rendelkezünk. Kaposváron, Debrecenben, Tatabányán például vannak már ilyen könyvautomaták, és nagyon-nagyon jók a tapasztalatok. Ugye ez azt jelenti, hogy a könyvtár szolgáltatásait a nap 24 órájában elérhetik a felhasználók, tehát így lehetőségük van bármikor ellátogatni a könyvtárba. Tehát azt gondolom, hogy Nyíregyházán is hasonló tapasztalatokkal fognak majd találkozni. Az ünnepélyes átadón az is elhangzott, amennyiben a kölcsönző beváltja a hozzáfűzött reményeket, a későbbiekben a város más pontjaira is telepíthetnek majd ilyen automatákat.